keresztelése készülünk a 329. ének második verse éneklésével, 329. ének második verse, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves gyülekezet, miután az Úr Jézus Krisztus elvégezte megváltásunkat keresztfán hozott áldozatával, meghalt, de harmadnap feltámadt a halottak közül, és mielőtt visszatért volna az Atya dicsőségébe, tanítványaihoz lépett és e szavakkal hatalmazta fel őket arra, hogy kereszteljenek és tanítsanak az ő nevében. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, családtagok, kedves gyülekezet! Az a tény, hogy az Úr Jézus Krisztus mennybe menetele előtt mondja el ezeket a szavakat, azt jelenti, hogy ő előretekintő és körültekintő Isten. Mi emberek gyakran elkövetjük azt a hibát, és kerülünk olyan helyzetben, amelyikben egy-egy feladat elvégzését követően eltelünk nyugalommal, megelégedettséggel, és nem vagyunk kellő körültekintéssel, sem a környezetünkben élők vonatkozásában, sem pedig a jövőre vonatkozóan. Az Úr Jézus Krisztus a keresztelés megállapításával és megalapításával azt mondja és azt bizonyítja, hogy nem csak tökéletesen véghez vitte földi küldetését, hanem gondja van a folytatásra is. Arra, hogy az ő megváltó szolgálata célba érjen abban a nemzedékben, a következőkben és egészen korunkig a mi nemzedékünkben is. Erre hatalmazta fel és küldte el a tanítványait. És ez alapján vártunk benneteket és fogadunk benneteket itt a gyülekezet közösségében szeretettel, mert az Úr Jézus Krisztus azt akarja, hogy ti magatok is és gyermeketek is az ő szövetségébe és az ezzel együtt álló, járó előnyös helyzetbe kerüljetek. Abba a szövetségbe, amelyben azok vannak, akik az örök élethez tartozás és az örök életre való menetel bizonyosságával kapcsolódnak össze. A lehetőség, tehát érthetitek, hogy adott, az ő előre körültekintő intézkedése alapján, a felelősség pedig hozzátok rendelődik a mai napon, arra nézve, hogy mondjátok el gyermeketeknek, és éljétek meg előtte, mit jelent az Úrban bízni, ő benne hinni, és ő hozzá tartozni. Legyetek tehát az Úr Jézus Krisztus által ti is,
gyermeketek lelki életét tekintve körültekintőek, és előrelátóak és előretekintőek. Amen. Tegyünk vallást hitünkről fennállva az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk, hogy újra megérthettük, hogy körültekintő és előrelátó Isten vagy, sokkal körültekintőbb, mint ahogyan mi a legnagyobb igyekezettel próbáljuk felfogni a környezetünkben levő hatásokat, és próbálunk oda mi is leadni hatásokat. Köszönjük, hogy előretekintésed az örök életre vonatkozik, nem csak a mai napra, a mai estére, nem csak néhány évre, egy földi életútra, hanem azt követően is. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy új élettel ajándékoztad meg azt a családot, amely ide kívánkozott színed elé, hogy gyermeke hozzád tartozó is legyen. Imádkozunk értük, áld meg az életüket, a hétköznapjaikat és ünnepnapjaikat egyaránt, hogy betölthessék mostani fogadalmukat, úgy nevelik és neveltetik gyermeküket, hogy téged megismerhessen, és a te szövetségednek boldog tagja legyen. A te áldásodat bocsáss ki rájuk, és áld meg az egész gyülekezetet, amely felhatalmazásod alapján a keresztség által befogadja a Szent Szövetségbe az ő kicsiny életét. Amen. Szeretettel kérem Rácz Dorka szüleit és keresztszüleit, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Kedves szülők, keresztszülők, egyházunk rendje szerint most két kérdést intézek hozzátok, amelyre hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdezem először tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek azt, hogy akarjuk. Az örökkévaló Isten áldja meg elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek gyermeketeket, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, válaszoljátok azt, hogy ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Az örökkévaló Isten velünk együtt hallotta a fogadásotokat, és mi az ő népeként kérjük tőle, hogy áldjon meg benneteket fogadalmatok beteljesítésében. Dorka, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten áldó jelenléte legyen és maradjon ezzel a gyermekkel, hogy felnevelhessétek őt a Szent Háromság Isten nagy nevének dicsőségére és mindannyiunk örömére. Amen.
Helyet foglalva folytatjuk Isten tiszteletünket énekléssel, a 236. dicséretet énekeljük. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg az élő Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk ezen a mai délelőttön, megírva található János evangéliumában, János evangéliumának 4. részében, az első 26 versben, a 28-tól a 30. versig,
valamint a 39-től a 42. versig. A hosszabb ige szakaszra való tekintettel, a gyülekezet hittel, figyelemmel ülve hallgassa Isten igéjét. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő erényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre búzgó víz forrása lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Abból a városból pedig a samáriai közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. A mindenható és örökké való Isten áldja és őrizze meg a mi szívünkben az ő igéjét, hogy teremjen az gazdagon gyümölcsöt,
az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek, emeljük fel szívünket az Istenhez, és így imádkozzunk. Köszönjük, drága mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, hogy mi is a te színed elé jöhetünk. A színed elé járulhatunk most, hatalmas Istenünk. Köszönjük, hogyha nehéz is sokszor a szívünk, ha sokféle csüggedés árnyékozza is be azt, mégis hozzád kiálthatunk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, mikor kiáltunk, te már megfeleltél. Még ajkunkon sincs a szó, te már érted azt. Áldunk téged, Urunk, az elmúlt hétnek sok-sok áldásáért. Köszönjük, hogy gondoskodtál egész héten át testünkről, lelkünkről. Köszönjük azt is, drága Istenünk, ha már használhattál minket mások javára, üdvösségére. Áldunk azért, hogyha telítődhetett a szívünk veled, Úr Jézus Krisztus, ha kicsordulhatott a szánkon a szeretet, a bizonyságtétel, a szolgálat. Kérünk, formálj minket egyre inkább ilyenekké. Hadd legyen ez a mostani Isten tisztelet is veled való találkozás. Ajándékozz meg így igéddel, munkálkodj bennünk, teremtő szent lelkeddel, hogy ne vádoljon minket az, ami elhangzik, mint engedetleneket, hanem hadd áldjunk téged azért, hogy hallhattuk, hogy befogadhattuk, és megtarthattuk azt. Legyen a te igéd világosság az utunkon, ami segít tájékozódni. Engedd, Urunk, hogy minden, ami most itt elhangzik, hadd szolgálja a te dicsőségedet és a mi üdvösségünket. Amen. Isten igének hallgatására és befogadására készülve a 234. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. Gyer világosság, ragyogj fel nekünk! És majd az ige hirdetése válaszképpen bemondás nélkül fogjuk énekelni a 483. dicséretünk 8. és 9. versét. Most az ének alatt van lehetőség arra, hogy gyermekeink a gyermek Isten tiszteletre induljanak. Isten áldja és őrizze meg az ő életüket is. Most a 234. dicséretünk 2. és 3. versét énekeljük.
Kedves gyülekezet, Isten szól hozzánk igéje által ma is. Ezért olvasom azt és hirdetem az ő szent lelkének erejével az ő üzenetét közöttetek, ahogyan írva található az előbb hallott igeszakaszban János írása szerinti evangélium 4. részének a 4. és 5. verseiben. Jézusnak Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Amen. Kedves testvérek, a samáriai asszony történetén keresztül egy rendkívül érdekes és izgalmas kérdés áll előttünk a mai napon. Természetesen szem előtt tartjuk a történet részleteit, a hosszú leírásban levő összefüggéseket, de valójában ezek fölött egyetlen dologról kell helyesen gondolkodnunk, annak a megállapításnak az értelme alapján, amely így hangzott, Jézusnak Samárián kellett átmennie. És ez a mondat, meg ennek a tartalma hordozza magában azt az izgalmas, érdekes témát, ügyet, teológiai kérdést, amely az egyház történelme során újra és újra helyet kért magának, nagy vitákat készített és nagy vitákat hozott létre. Ez pedig nem más, mint az eleve elrendelés. Az eleve elrendelés értelme, igazi értelme elkerülhetetlen fontos része református keresztény hitéletünknek. Eleve elrendelésnek tartjuk azokat a dolgokat, amelyekről azt valljuk, hogy feltétlenül meg kell, hogy történjenek. Az Isten rendelése alapján megállíthatatlanul be kell, hogy következzenek a világtörténelemben, még közelebb hozva a saját korunkban, és még izgalmasabb a kérdés, ha úgy vizsgáljuk a saját személyes életünkben. Mi ennek az értelme, és hol van ennek a gondolkodásnak a határa? Hiszen annyian viselték már rosszul önmagukat az eleve elrendelés vonatkozásában, hogy sok botránkozást, fájdalmat és keserűséget idéztek elő. Lejáratva a másik ember életét, beletaposva egy másik ember előmenetelébe, vagy éppen a becsületébe gázolva. Mindezt azzal a felkiáltással vagy fémjelzéssel, hogy fogadd el, hogy így történtek az események, hogy te most lemaradtál, kimaradtál, megaláztattál, ennek így kellett történnie. Rengeteg csalás, rengeteg hazárdírozás, károkozás történt már ez alatt, a kifejezés alatt, ez így volt rendelve, ennek így kellett lennie. Kedves testvérek, mai igénk alapján megérthetjük alázatos szívvel és figyelő értelemmel az igazi Isten által rendelt elrendelésnek, az eleve elrendelésnek a lényegét, amely megkülönböztetendő és elválasztandó az emberi gonosz szándéktól, kapzsiságtól és a szívtelenségtől. Az Úr Jézus Krisztus esetében vizsgáljuk a történetünk egésze, a samáriai asszonnyal való találkozása, beszélgetése és az egész földi küldetése megváltói szolgálata alapján ezt a kérdést. Annak az alapigének megfelelően, amelyet felolvastam, Jézusnak pedig Samárián kellett átmennie. Ha utólagosan vizsgáljuk ezt a kijelentést, akkor
felfedezhetjük benne az Isten rendeletét, az eleve elrendelésnek az igazi tartalmát. Olyan tény ez, amelyre akkor is, a közvetlen utókorban is, meg a mai napig menően is azt mondjuk, hogy valóban ennek így kellett történnie. Be kellett következnie. Azért, mert a végeredménye kétséget kizáróan az ember javát szolgálta. Hogyan? Egy asszonynak az élete megváltozott, nem egyszerűen jobbra fordult, hanem jóra fordult. A kettő között óriási különbség van. Amikor jobbulás áll be az ember életében, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy jól is van. Amikor jóra fordul az ember élete, akkor állapíthatjuk meg, hogy békessége, nyugalma, egészsége, jó előmenetele és boldogsága van. Egy teljesen reménytelen, hátterű és életfolytatású asszony élete nem csak egy kicsit javult, hanem teljes egészében generálisan jóra fordult. Egy városnak, Sikár városnak a közgondolkodása változott meg. Mi 21. századiak igazán tudjuk, hogy mit jelent még egy kicsiny faluban is elérni azt az eredményt, hogy az emberek gondolkodása megjavul. Micsoda erőfeszítéseket tesznek politikusok, az oktatás, az egészségügy, a szociális háló emberei annak érdekében, hogy emberi csoportok, települések közgondolkodása megváltozzon. Itt is kétséget kizáróan tehetjük a megállapítást, bár nem ismerjük a lakosság létszámát, de Sikár városa számottevő létszámú település volt, megváltozott a közgondolkodásuk. Nem úgy gondolkodtak a Jézussal való találkozás után, mint azt megelőzően. Tehát Isten eleve elrendeléséről megállapíthatjuk, hogy abba olyan események, intézkedések tartoznak, amelyek őt ismerve a kijelentése alapján szabadulást, megmenekülést és megtartatást eredményeznek. Persze, kár lenne elhallgatni is a kijelentés hitelességét megkérdőjelezni azzal, ha nem beszélnénk arról, hogy közben azonban lehetnek nehézségek az emberiség és az ember életében. Miközben Isten eleve elrendelése, javunkra való elrendelése teljesül, adódhatnak erőt próbáló bonyodalmak. Támadhatnak veszteségek, és feléledhetnek veszedelmek. De ha Isten által rendelt, ő általa elrendelt dologról van szó, ha az Úr által elvégzett az ügy, akkor a végeredményét tekintve, azaz feltétlenül az ember javát szolgálja. Hogy honnan tudhatjuk ezt? Nem emberi vitákból és teológia történeti végeredményekből, vagy végeredménynek hit megállapításokból, nem filozófiai és teológiai tartalmú vaskos kötetekből, hanem a Szentírásnak mindannyiunk által ismert helyéről, abból a kijelentésből, amelyet igyekszünk gyermekeinknek is az elsők között megtanítani, és amikor elindulunk a nagy útra, a végső elmenetelre, akkor is szívesen idézzük magunknak és egymásnak. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát minden Isten által elrendelt és véghez vitt cselekedet legfőbb jellemzője, hogy a végeredményét tekintve
javunkra van. De nem minden esemény és nem a cselekedeteink és a rendelkezéseink szerint történik, hanem az ő tökéletes akarata szerint. Ezért a saját döntéseink és akaratunk minősítését is legjobb, ha az övéhez hasonlítjuk, és arra törekszünk, hogy minél teljesebb százalékban egyezzen a mi szándékunk az ő rendelésével. Lássuk csak, hogy van ez a történetünkben. Jézusnak Samárián kellett átmennie. Látszólag egy jelentéktelen mondat. Látszólag egy olyan megjegyzés, amelyet, ha kihagynánk a történetből, gördülékenyen értelmezhetnénk a sorokat. Mégis többlet értelme van, és a többlet értelem ebben a rendkívüli teológiai és gyakorlati lelki kérdésben csúcsosodik ki az eleve elrendelésben. Hiszen emberi megítélés szerint nem kellett volna Jézusnak Samárián átmennie. Tulajdonképpen nem is lehetett átmennie, de kellett. Biztosan mindenki átélt már olyan élethelyzetet, amelyikben ezt a kettősséget kellett, hogy átélje és megtapasztalja. Valamit nem lehet, és mégis kell. Nem volt értelme, és nem volt értelmes dolog Jézusnak Samárián átmennie, mert ha a térképet megnézzük, akkor Kánoán földjén, a választott nép területén Jézus délről Judea tartományából ment Galileába egy északi tartomány felé. A térkép szerint a legrövidebb és leggyorsabban megjárható út az, amelyik Samárián keresztül vezet, mert Samária tartománya a két említett tartomány közé ékelődött. Igen ám, de a kor rendje szokása szerint, ahogyan ki is derül ebből a mély tartalmú beszélgetésből, a samáriaiak nem érintkeznek az izraeliekkel, a zsidókkal, és fordítva is igaz. Olyannyira nem, hogy kerülik egymást. Olyannyira nem, hogy valóságos több tíz kilométernyi kerülő utat vállalnak a zsidók azért, hogy ne kelljen Samária tartományába betenni a lábukat, és ne kelljen egy samáriaval találkozniuk. Tiltott zóna. És mindenkinek a legjobban felfogott érdeke az, hogy ezt az ősi rendet a saját érzéseikre, gondolataikra, gyűlölet kampányukra felépített rendet megtartsák. Így volt szokás az előző nemzedékben is, így van ez szokásban a Jézus korában is, és maradt ez még azt követően is. Kikerülték a zsidók Samáriát, hogy ne tegyék be a lábukat, és semmiképpen ne találkozzanak az ott lakó emberekkel. Nem lehetett bemenni Samáriába, és mégis azt mondja a Biblia, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie. Aztán az sem lehetett volna, hogy déli 12 órakor találkozzanak a Jákob kutyánál, hiszen minden átlagos, normális ember a forró égövi éghajlatban a déli időt arra használta, hogy a hűvösben meghúzódjon, és ha el is fogyott valakinek az ivóvize, akkor megválta azt a hűvösebb napszakot, amikor már kimerészkedett, mondjuk a Jákob kutyához vizet meríteni. Tehát nem lehetett reális esélye annak, hogy bárki az Úr Jézussal találkozzon a Jákob kutyánál, vagy fordítva, annak sem volt emberileg reális esélye, hogy
bárki találkozzon ezzel az asszonnyal, ez a magyarázata annak, hogy ide jár, amit Jézus nagyon világos szembesítéssel mondott el neki, öt férjed volt, és akivel most együtt élsz, az nem a férjed. Itt a magyarázat arra nézve, hogy miért választotta ez az asszony ezt a lehetetlen időpontot. Nem lehetett, és mégis visszacseng a Biblia megállapítása, Jézusnak Samárián kellett átmennie. Ehhez párosul az a tény, hogy a kor szokása vallásos rendje szerint egy férfi, egy rabbi nem szólít meg egy asszonyt, és egy asszonynak, ráadásul egy samáriainak, egy zsidó férfi irányában nincs lehetősége arra, hogy beszélgetés kezdeményezzen. Nem lehetett, de kellett. Így kezdődött el valami ennek az asszonynak az életében, és bizonyíthatóan nem véletlenül valóban az isteni rendelés csúcspontján van a történet, amikor beigazolódik, hogy ő sóvárogva várja a lelke mélyén az élethelyzetéből fakadóan a világ megváltóját, azt az urat, aki ezt a lehetetlenül elrontott életet helyre tudja tenni, a lehetetlenségek között járó asszonynak az életére egy lehetőség ajánlatot tegyen. Amikor megvilágosodik a szemében Jézus személye, boldog örömmel, feszültségmentesen, nem gátlástalanul, de gátlás nélkül tér vissza a városba, a Sikár városába, hogy elmondja az embereknek, itt van a Krisztus, a világ megváltója, akit várnak a zsidók másképpen, más formában, és várunk mi is samáriaiak más beidegződéssel. Jézusnak Samárián kellett átmennie. És ez a gyönyörű eleve elrendeltség átárad az asszony életébe, olyan erőt ad neki, amely feletteti vele a múltját és a lehetetlenséget, hazatérve már nem rejtőzködik, hanem szinte bizalmat kérve az emberektől előáll, és azt mondja, most csak arra figyeljetek, amit mondok, gyertek, gyertek, nézzétek meg, ő az, akit Isten a világ szabadítására küldött. Kedves testvérek, a mai napon nagyon fegyelmezetten, de nagyon következetesen arra indít bennünket Isten szent lelke, hogy fedezzük fel a világ egészére, benne a személyes életünkre vonatkozóan azt, hogy Jézusnak el kellett jönnie a világunkba. Ezért volt karácsony, ezért lett nagypéntek, húsvét és pünkösd, ezért kellett megalakulnia a keresztjén anyaszentegyháznak, hogy az Isten jó szándéka, életünket szerető és őhozzá visszavezető üzenete elérjen, és beteljesüljön rajtunk és nálunk. Együtt kell látnunk ezeket. Ez a keresztény hitnek a középpontja, ez az isteni eleve elrendelés. Vannak teológusok, erre hivatott és hivatlan emberek, és voltak a kereszténység történelmében az említett módon több időszakban is, akik kiélezetten más alapokra helyezik az eleve elrendelés egyébként valóságos titkát és titokzatos voltát, és bele sugalják, bele ültetik a gondolkodásunkba, keresve a másik emberbe a kárhoztatás lehetőségét, szinte pontokat gyűjtve a másik ember élete ellen, hány pontja hiányzik még ahhoz, hogy örök életet, bűnbocsánatot kapjon az Istentől.
eleve elrendelés azt jelenti, hogy van kárhozat, van örök ítélet, és azt jelenti, hogy van mennyország. Van bűnbocsánat, és van örök élet, amelyet az Úr Jézus Krisztus érdemeiért az Atya készített el az emberiség számára, és az ő örök szándéka. A Szentírás üzenetének teljessége alapján nem más, mint hogy oda meghívott gyermekeiként be is öleljen bennünket. Így lehet értelmezni a felfoghatatlant. Így lehet nyugvópontra kerülni olyan dolgokon, amelyeket nem tudnak megmagyarázni sem a bölcselkedő emberek, sem a felfedezők, sem a teológusok. Így kell megérteni az Úr Jézus Krisztus személyén keresztül, és így lehet elfogadni ezt a valóban felfoghatatlan titkot. Jézusnak Samárián kellett átmennie. Ugyanez a szó lüktet a Jézus szenvedés történetének leírásában, amikor azt mondja, az ember fiának sokat kell szenvednie, az írástudók kezébe kell adatnia, meg kell halnia, szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadni a halálból. Ez az eleve elrendelés fundamentuma. Ez a megmásíthatatlan kell kifejezés, amit az Isten vállalt be értünk Jézus Krisztuson keresztül, mert egyik helyen sem lehet kicserélni a szavakat, hogy az ember fiának lehet, hogy szenvednie kell. Nem az állott, hogy lehet, hogy meghal a kereszten. És nem találunk olyat a Bibliában, olyan tétovaságra utaló jelet, amely azt mondja, lehet, hogy feltámadt a halálból, hanem az Úr Jézus Krisztus előzetes bejelentés a proféciák ígéretének megfelelően azonos tartalommal azt mondja, hogy kell. Nem a bal szerencse, nem a végzet, nem a véletlenek sorozata, hanem Isten javunkat szolgáló elrendelése. És ezek után, ha megértettük, kedves testvérek, megértettük az Isten fölöttünk való rendelkezését és a mögötte levő indulatot, meg a történelem lapjain és a Szentírás lapjain rögzített eseményeket, a megváltás valóságát, ezt követően kell. Szükséges a személyes dolgainkat felülvizsgálni. Ha ezt megértettük, akkor megváltozik a gondolkodásunk, az életesélyünk, a reménységünk, és szűnik az aggodalmunk és a reménytelenségünk. Ha megértettük, hogy Jézus Krisztusnak Samárián kellett átmennie azért, hogy találkozzon ezzel az asszonnyal, bár nem lehetett bemenni Samáriában, bár nem lehetett déli 12-kor emberrel találkozni, bár nem lehetett megszólítani egy asszonyt, de mivel kellett, az Atya rendelése szerint és az Úr Jézus Krisztus saját elhatározása alapján kellett, ezért minden megváltozott az asszony életében, és minden megváltozott a teremtett világ sorsára, lehetőségére vonatkozóan, mert az ember fiának el kellett jönnie ebbe a világba, és meg kellett szenvednie a mi bűneinkért. Tehát, ha ez az alap megvan, ez az elrendelés, ez a teljes mértékben jó indulatú atyai elrendelés és fiúi megvalósítás és a Szentlélek által való elpecsételés, akkor lehet lapozni a naptárunkat, az élettörténetünket, és lehet látni benne, mi az, ami Isten akarata elrendelése szerint pillanatnyilag a kárunkra, de az egész életünket, személyiségünket, örök jövendőket tekintve a javunkra szolgált. És ha értjük ezt a kell kifejezést, akkor meg fogjuk látni, hogy mi volt
a mi makacs döntéseinknek és kárunkat okozó elhatározásainknak, vagy mások makacs döntésének, rosszindulatú döntésének, akaratának az eredménye és oka. Legyünk hálásak. Legyünk hálásak neki mindazért, ami javunkra, az ő ma megértett kellett rendeléséből következett, bármennyire fájt, bármennyire facsarta ki az életünk megtervezett egyenes életútját, bármennyi pénzt veszítettünk el miatta, bármennyi lelki vagy fizikai fájdalmat kellett elhordoznunk, ha az ő rendeléséhez köthetjük és ahhoz kapcsolódik, akkor az első szavaink ma azok voltak, hogy tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. És az sem szégyen, ha alázatos bűnbánattal szépen elsoroljuk magunknak, főleg Isten előtt, mi volt az, ami a tévedésünknek a következtében fájdalmat okozott nekünk magunknak, és keserűséget a környezetünknek. Kérjük őt ebben a világos üzenetben, kérjük őt a legnagyobb tudatossággal, amit minden nap el szoktunk mondani jó keresztjénként, de most kérjük másként, előre tekintően és körültekintően, Uram, legyen meg a te akaratod. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük annak a biztonságát, hogy szabad vagy velünk, mert te ezt a hatalmat és szabadságot soha nem fordítod a kárunkra. A nekünk adott szabad akaratot mi sokszor fordítjuk fele barátaink megkárosítására, sőt önmagunk bajára is. Alázatosan húzódunk a te közeledbe, Atyánk, és kérünk, hogy szent lelkeddel köss magadhoz bennünket, hogy soha el ne kövessük azt a butaságot, amellyel elszabadulunk tőled, és emberi kínálatokra vagy saját ösztöneinkre hagyatkozva szembe megyünk a te akaratoddal, a te eleve elrendeléseddel.
Köszönjük, Atyánk, hogy jóságodat szemlélhetjük minden gyermek születésében, minden gyógyulásban vagy a betegség hordozásához adott erőben. Kérünk, növeld a hitet bennünk, hogyha minden más lehetőségünk és esélyünk csökkenne is, a belső ember szerinti új ember, a hit erős legyen, hogy hordozni tudjuk a nehézségeket, megoldásra segítsünk embereket. Kegyelmes Atyánk, köszönjük, hogy nem változtattad meg eleve elrendelésedet a világ megváltására vonatkozóan. A Fiú Istennek, Jézusnak el kellett jönnie a világba, hogy nekünk örök életet szerezzen. Kegyelmes Atyánk, hallgass meg a mi imádságunkat azokért, akik nehézségben vannak. Gyászolókért imádkozunk, akiknek a szívében a veszteség érzése felülkerekedik mindenen. Betegekért imádkozunk, akik szeretnének megszabadulni a kóros betegségtől, nyomorúságtól, gyengeségtől. Különösképpen azért a 12 éves fiatal testvérünkért imádkozunk, akinek súlyos betegsége nehezíti a testét és tartja lelki teher alatt a család többi tagjának életét is. Szeretnénk látni a te hatalmadat, érteni a te végzésedet és bele alkalmazkodni döntésedbe, mert mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja, énekeljük. Kérünk, Atyánk, hogy igazgasd hétköznapi életünket, akadályozd meg rossz döntések meghozatalában, és tereld a lépéseinket azon az úton, amelyik útra az van kiírva, hogy nekünk ezen kell haladni. Áld meg szeretteinket, közelben és távolban levő gyermekeinket, unokáinkat, társainkat, adj velük való újra találkozást, és engedd érteni minden találkozásban azt a töbletet, hogy kegyelmedből élünk, és kegyelmed által vagyunk azok, akik lehetünk. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Ma is van lehetőség az adakozás által kifejezni Isten iránti hálánkat. Az elmúlt héten 4 alkalommal hirdettük a feltámadás evangéliumát, amikor Tarné született Bakók Lára 56 évet élt, Takács Árpád 88 évet élt, Gál Elemérné született Major Mária 85 évet élt, és Tóth László Pálné született Rácz Irén 88 évet élt testvéreinket kísértük el utolsó földi útjukon. Tesszük ezt az előttünk levő napokban, amikor dr. Hös Sándorné született Fekete Vilma, temetjük 22-én kedden 3 órától a főbejárati ravatalozóból. Szuromi Sándor 62 évet élt, a temetése szintén kedden 3 órakor a Korányúti ravatalozóból. Perdési László Debreceni út 16 testvérünket szerdán 2 órakor temetjük a főbejárati ravatalozóból, és Pintér Antalné született Stomp Zsuzsanna 70 évet élt,
temetése csütörtökön 2 órakor a Korányúti ravatalozóból lesz. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családok tagjainak. A mai napon délután Borbányán 3 órakor az evangélikus templomban és a kórházban szintén 3 órakor lesz református istentisztelet. Az este szokásosan 17:30-kor kezdődő istentisztelet nem itt kerül megtartása, hanem az ökumenikus imahét keretében 6 órakor az evangélikus nagy templomban. Ez így lesz a következő vasárnapon is, az ökumenikus hét záró alkalmán, tehát ma és a jövő vasárnap a 17:30-os istentisztelet nem itt kerül megtartása, hanem az evangélikus nagy templomban. Az ökumenikus imahét alkalmairól a hirdetőn olvashatunk, illetve az istentisztelet keretében adunk tájékoztatást, hogy melyik este hol találkozhatunk. Itt a református templomban pénteken és szombaton leszünk együtt a történelmi egyházak tagjaival. Hirdetem a reggeli áhítatok lehetőségét, amelyet a kazettás teremben hétköznap reggelente 7:30 és 7:45 között tartunk. Hétfőn 17:30-kor kezdődik a felnőtt konfirmációs előkészítő alkalom, szerdán várjuk az énekarosokat próbára 5 órára, csütörtökön délelőtt 10 órakor babamama kör lesz, és pénteken késő délutáni órákban mindhárom ifjúsági csoportnak a szokásos helyen és időben lesz az alkalma. A hétközi többi esti alkalom nem kerül megtartásra az ima héten való részvétel miatt. Reformátusok lapja megújult formában található meg a bejáratnál is, vásárolható meg. Néhány bibliolvasó kalauz is van még, a Szentírás rendszeres olvasását segíti 2019. évre érvényes kiadványunk. Hirdetem a berekfürdői többnemzedékes tábor lehetőségét, augusztus 11-e és 16-a között lesz a Megbékélés házában, jelentkezni, jelentkezési lapot kitölteni és leadni, illetve előleget befizetni a lelkészi hivatalban lehet. Isten áldja meg életünket, ő maradjon mindannyiunk őriző pásztora. A 475. énekkel fejezzük be Isten tiszteletünket, imádkozzatok és buzgón kérjetek.